A Ceglédi VSE labdarúgó szakosztálya 11. alkalommal rendezte meg a Ceglédi labdarúgó utánpótlás egyik legismertebb helyi képviselőjének, Elekes Józsefnek az emlékére utánpótláskorú labdarúgó tornáját. Elekes József edzőként több mint 20 évig csak az utánpótlással foglalkozott. Ez idő alatt számos olyan labdarúgó került ki a kezei közül, akik az NB1-ig, az utánpótlás vagy a felnőtt válogatottságig is eljutottak. Az emléktornára az idei évben 15 egyesület fogadta el a meghívást. 4 korosztályban, U13-as, U15-ös, U17-es és U19-es korosztályban 30 csapat részvételével 2 napon keresztül a jövő tehetségeié volt a Gál József sportcsarnok. A Ceglédi VSE korosztályos csapatai az idei évben kimagasló eredményt értek el. Az U13-as, U17-es és U19-es korosztályú csapataink veretlenül nyerték meg a korosztályuk versenyét. Az U15-ös csapat korosztályában a 6. helyen végzett. Az egyes korosztályok eredményei. U13-as korosztályban első lett tehát a Ceglédi VSE, a második a Monor, harmadik a Mészői focisuli. Gólkirály Horváth Dániel, a Ceglédi csapat tagja, legjobb kapus Schwarz Dániel lett, szintén a Ceglédi csapat tagja, a legjobb mezőnyjátékos Pekár István az STK Erimából, a legjobb Ceglédi játékos pedig Kartali Kristóf lett. A Ceglédi csapat tagjai Schwarz Dániel, Pumek János, Juhász András, Horváth Dániel, Orlov Szabolcs, Kartali Kristóf, Ványi Zsombor, Vince Szabolcs, Bodzsár Márko, Ecseri Ákos, Ungurján Zsombor, Kelemen Dominik és Pálfalvi Márton, edző Ványi Zsolt. U15-ös korosztályban első lett a Monor, második a Reac, harmadik a Pénzügyőr Ese, hatodik pedig a Ceglédi VSE. Gólkirály a Reac csapatából Balogh Dorián lett, a legjobb kapus a Monor hálóőre Kovács Dániel lett, legjobb mezőnyjátékos Haragos Viktor, a Monor játékosa, a legjobb Ceglédi játékos Zsemje Balázs lett. A Ceglédi U15-ös csapat tagjai Klemenc Gergő, Bognár Milán, Jazinicki Bence, Simon Péter, Menik Benyámin, Várkonyi Ferenc, Kotlár Zsombor, Tóth Roland, Zsemje Balázs, Dudás Gergő és Tóth Levente, edzők Pintér István és Széchenyi Márton. U17-es korosztályban első lett a Cegléd, második a Monor, harmadik a BKV előre, a negyedik pedig a CVSE U16-os korosztálya. Gólkirály Máté Csongor lett a Mészői focisuliból, a legjobb kapus Szabó Gergő a Cegléd hálóőre, a legjobb mezőnyjátékos Bagosi Csaba a Monorból, a legjobb ceglédi játékos pedig Cseh Sándor. A ceglédi csapat tagjai Szabó Gergő, Kis Ádám, Pesti Barnabás, Nagy Szabolcs, Szlezák Bence, Krajc Máté, Cseh Sándor, Hazafi Gergő, Petrik Soma és Boros Dániel, az edző Farkas János. És végül az U19-es korosztály. Első lett a Ceglédi csapat, második a Monor, harmadik pedig a Mészői focisuli. Gólkirály a Ceglédi VSE játékosa Szekeres Bence lett, a legjobb kapus Faragó Bence, szintén a Ceglédi játékosa, a legjobb mezőnyjátékos Kelemen Ádám a Monorból, a legjobb Ceglédi labdarúgó pedig Hazafi Ákos. A Ceglédi csapat tagjai Faragó Bence, Klément Dávid, Hazafi Ákos, Juhász Dávid, Cagány Krisztián, Kovács Patrik, Simon Gergő, Atkári Ferenc, Gébíró Gergő, Jakab Rihárd, Ceróczki Áron, Balogh Szabolcs, Szekeres Bence, Szémon Dávid és Kis Renátó, edző Kecskeméti József. Gratulálunk a ceglédieknek!